egy körig lesz a kimono és a vadmalacca. Jó, mindegy, megpróbáljuk, azt meglátjuk. Cintányér meg. És lehet, hogy meg tudok dobni gránátot. Mert akkor végül is jó lesz. Akkor nem probléma. Nyomok ide egy ilyet. Mind a három, ugye? Helyes, jó. És akkor most tolok egy stone skint. Ergo egy körig sebezhetetlen a malac. Ó, jó, és tudok így még gránátot dobni. Akkor minden rendben van. Akkor ezt a kettő balfaszt hátulról kiszedjük. Ó, hát akkor ez így... Féltem, már nem tudtam, hogy ez most hogy jön ki, de hát ez így easy. A matek. Ezt már ismerjük. Na pöcsköd, man, ide jöttél mellém, föntről, high groundról, akkor majd most ezt kóstold meg, haver. Hadd menjen, ez 50%. Az egy 12-es kritiká, kezd így csókolom, aztán. Meg az a baj, így se lesz szám meg szerintem. Sőt, biztos, hogy nem lesz, mert nem ba... Várjál! Nincsen range be! Most szopadtok? Itt már range be kell, hogy legyen. Dupla! Na, ott vagyok a két additional kritikál, ezek már jobb kiegészítők, helyes. Micsoda? Félfede, igen, félfedezék. Félfedezék ugye 25%. Lux ki, megkaptuk a kulcsot, fassa. MP gránát, handgranét. Visszajött egy handgranédünk. Egy smoke grenéd. Nem. Bazeg, miért smoke grenédet? Ott nem is használok. Kár, nem lehet eladni. Nem használok smoke grenédet. Annyi van már, mint ennyi. Na, ez szerencsésen jött ki. És ugye itt már nincs más. Megkaptuk a kulcsot. Jó volt. Ja, meg itt van ez a robotos rész, ez itt mi a tököm? A Mimir Z600. Ez mi a szar ez? Ez robot? Erre jó az EMP gránát, srácok. Mert ezt nem ismerem, tudja valaki? Jó rá az EMP? Tudja, lófasz? Hűha, aim bonus against. MP-m az van, úgyhogy... Úgyhogy azt használjuk majd.
Nem kell, azt mondja, hogy... Nincs erről valami feljegyzés az inverteribe a hátizsákba? Hát ez egy jó kérdés. Stalker. Alpha level X, nem. Zone Dog. Stalker. Red Plague protokoll. Hát nem látok róla. Az volt? Mimir Emergency Protocol, de ez mi? 242, de igen. The event of government key holders will be summoned the location, igen. Activate in the event of hostile. Key holders must be accompanied. This 5 plus enforcers. Ez mi a szar? Azt látom, hogy az itt, itt támadni fog. 30 HP, ugye 4 pajzsal, ami nem gáz, csak kérdés, hogy mivel ez Mimir Z600, ugye a robot neve van. Hogy működik-e rajta az MP, az egy kérdés. Másik kérdés, hogy... hát valószínűleg nem tudom. Mert lehet, hogy ezt vezetik, de nem biztos. Ha működik rajta az EMP, akkor nincsen gáz, annyi a különbség, hogy fogom, és akkor ezt a csajt, ezt lecseréljük. Ugye rá, mivel ő ide jobb. Egy EMP gránáttal a kezébe. És ezzel. Ezt ennyi. A malacot azt kicseréljük. Erre. Fellökni ezt úgy se lehet szerintem. Várjatok, viszont az lehet, hogy... Mert most rezeteltem. Lehet, hogy magamra tudnám vonni még egyszer a figyelmet. Hogyha esetleg ez szarul alakul. És akkor utána el tudok nyelni egy kör damage-et, mert... Hát nem tudom. Ez így mindenhogy szarul fog kijönni. A stealth az maradhat passzívba. Ez is maradhat igazából. Nem tudok jobbat. Próbáljuk meg. Szöveg. Attól félek, hogy nem fog működni az EMP-s megoldás. De mind, hogy érted? Mit találtál? Működik rajta az AMP? Most azt is kell számolni, hogy mínusz 4-et levesz minden damage. Át lehet programozni, de hogyan? Hát jel csak ahhoz, hova kéne menni. Na, itt nem fog tudni bemenni, az biztos. Mert ez, ahogy bemegyek, észre fog venni.
Mert az, az biztos, hogy valami kódokat kaptunk hozzá ott a leírásba, csak így... Hogy az hogy működik, azt gőzöm nincs. Mindegy, megpróbálom a kombatot, azt megnézzük. Istáló környékén, ezen a mapon. Hát itt van ilyen istáló. Itt ennyi az össz pálya. Lehet, hogy ide később kéne visszajönni, amikor fejlettebb lesz a felszerelés. Puzzle in the back of the barn, up the ladder. What? De én nem is látok itt konzolt. Elvileg akkor itt kell, hogy legyen valahol. Itt van egy broken gun, bazeg. Mondjuk jobb, hogy így visszajöttem, mert legalább a broken gun meg lett. De nincs itt konzol. Lehet, hogy a robot mögött van, és oda kéne futni. Ez biztos, hogy nem fog tudni befutni itt mellett, tehát hogy? Esélytelen, bazd meg. Szia, kasztorja ma. Azt mondod, hogy működik rajta az MP gránát? Megnézzük. Csak ha nem, akkor tudod, cocó, mert akkor onnantól kezdve ebből már nem jövök ki. Jó, mindegy, nézzük meg. Maximum megdöglik a karakterem. Küldjük. Működik rajta? Úgy tűnik.
Működik. Hála a jó Istennek. Életbe. De ez arról nem volt szó, hogy bazzik sebződnek a embereim. Remek. Nem baj, van healem. Itt a konzole. Ja, ez nem az. De tudta, hogy itt lesz a konzol, de hát ezt nem lehetett volna sehogy kikerülni, hát hogy? I sense there's something valuable in here. Találtam még egy ilyen cuccot. De egy van scrappen, majd lesz véve heal aztánra. Ruha de. Oké. Okay. Lényeg az, hogy megvan. Broken gun, az mondjuk jó. Találtunk egy csomó olyan broken gun-t. Na. Ezeket fel kell healeljem. Nincs mese. Így is maradt négy healem, még egyet se kellett venni eddig. Jó, itt igazából itt végeztünk akkor. Fontos döntések. Visszamegyünk ide a fénykastélyához. Beszélünk. Be lehetett volna menni eddig is, nem is láttam. Should we give it to him or give it to Prep back home? We promised to return it. Our word is our bond. That's the Stalker way. How about we just take the key and unlock his sacred sanctum ourselves? Go in, take a little peek. Ja, most el lehet dönteni, mit csináljunk a kulcssal. Utálom a döntéshozást. Nem egyszerű, veri hát. Ja, köszi. Be nem megyek ide. Folytassuk a küldetésünket, itt még ráére bohóckodni, mert egyébként erre kell majd mennünk, visszamegyünk a izébe, az árkba. Beszélek az öreggel. You followed a trail and get closer to Hemen. Good. Szia DVDR, hello, hello. Find him quickly.
Azért tökölök ennyit egyébként, igen, kasztanyom, mert Iron Man is be van kapcsolva, aztán itt, hogyha... Itt ugye minden egyes lépésnél ment a játék, és hogyha belemegyek egy csatába, és ott mondjuk lő valaki, vagy észrevesznek, azt már, és hát igen, hogyha ott megtörténik az első move, akkor már csak úgy tudom visszatölteni a mentést, hogy már az megy. Észak itt szerintem még nem. Mondjuk már szinten megvan hozzá, vissza lehetne oda is menni, mi? Ugye körülnézek, ha majd mik vannak, aztán... Stalkers! So powerful, so smelly. It's a pity I don't sell soap. 30%. Save trowels. Van bár, ez lesz a következő majd, amit ki akarok fejleszteni. Delta fix speed. Someone told me they saw a machine that walks on two legs out there. Looks like a metal man, they say. Hey, I'm not surprised. The ancients left. Nézzük. Most az a nagy elok, hogy ugye van nekünk boomstickünk, 1-3-as, az 15-re van fejlesztve, ez 3-as szintű. És azon gondolkodok, hogy ha ezt felfejleszteném, van ugye 2-es modulom most már, mondjuk belerakok egy 2-es modul, de várjunk, a SOTI-ba hányas modul van? 1-es modul. Akkor ez 16-ig menne a SOTI. Ez így most 12, a fejlesztéssel plusz 1, plusz 2, 14. Akkor mindenképp a shotgunok a jobbak. Szerintem. 14 az alap range-e, a shotgunnak meg 8-as. Kösz-kösz, hát ja, próbálkozok, hogy úgy menjünk, ahogy... Ja, így lehet menni, ez 13-asa felszereletlenül, 2-vel több a crit, ennek meg 11. Oké, hát most agyalok megint, viszont 20... Ja nem, bocs, 10 az alap, ennek meg 13. És a kritje ugyanaz, a range-be különbözik egyedül. Mindenképp a boomstickek lesznek szerintem itt a meták, srácok. Úgyhogy boomstickeket fogok szerelni, egy ilyet meg lehet, hogy szétszedek. Mert ha a boomstickbe... Ja tényleg, várj, ez 2-es soti. Aha, akkor ez azt jelenti, hogy 12-es. 9 és 12, ez meg 8 és 10. A range meg 14, hát a range miatt egyébként nem rosszak ezek a rambínók. Nagyon nehezen fogom tudni eldönteni, hogy mi lesz a jó. Hát lehet, hogy a kacsának meghagyom a boomsticket kritre. Aztán egy izét rambinót felszerelek most csutkára. Ja, kitaláljuk, hogy hogy legyen. Nek mehetek plusz crit damage akkor. Egy rambinót fel kéne tápolni. Most azért agyalok egyébként ezen. Mondjuk a malacnak meg lehet, hogy azt kellene adni boomsticket. Mert ugye 3 másodlagos fegyver kell. Egy rambinot tartok, meg egyet szétszedünk. Egy shotit meg felhúzunk, mert igazából ha ez már alapból 2-es, ez többet ér. A malac meg úgyis bemegy mindig range-be, mert az ott harcol, az tank. Szerintem az úgy jó lesz. Egy rambinót szétszedek.
De csak ki kéne venni tőlük, mi? A karakter needs to have primary weapon, anyádat. Welcome to the fix pit. Mennyi erszedi? 17. 17. 80, elvileg az jó is, nézzük csak. Szétszedek, 92, oké. Okay. Akkor az azt jelenti, hogy egy boomsticket felszerelünk 3-asra, meg egy rambinót 2-esre. Hát de erre mondtam, hogy a boomstick az erősebb mindenféle, ja persze, ez 3-as már. Ennek a 3-as lesz 10-12-es. Ja. Oké, okay, jó. És akkor most a fegyverzetet is fel kell szereljük. Azt mondja, hogy ez van a kacsánál. Ennek adok egy erősebb 2-es damage-et crit-re. Aztán a másikat, azt ugye a csajnak adunk egyet, ő is kritikálos, annak adjuk a rambinót. Úgyhogy ott is még rágyúlunk a crit-re. És akkor őnek is adunk egy 2-es crit modul damage-et. Így, ez fasza. A malacnak meg odaadjuk ezt. És akkor lesz plusz range 10-re. Meg kap még mellé egy módosítót. Azt mondja 50% chance burn. Disable robotic chance knockback. A knockback az nekik nem jó, inkább burn. És akkor így minden fasz a chance disable robotic, chance burn, chance burn, chance burn, disable robotic 50% és chance knockback, ugye majd ezt meg le kell cserélni később, majd csak később. Oké. Take it easy. A crossbow-ot fogjuk majd kicserélni, ahogy nézem, srácok, izéből később. Mert nagyon szar a kritje. Hogyha elvileg szerintem lesz még, lesz, mondjuk nem biztos, hogy lesz izé. Nem biztos, hogy lesz már. Mennyi ennek az alapkritje? Azt hiszem 10%, ennek is 10%. Ja, a crossbow-nak a kritje a legrosszabb. Hát, hogyha lesz még stealth-es fegyver, és majd ilyen hangtompított, és aminek a alapkritje nagyobb, akkor ez a crossbow-es csere is lesz, ezt tuti. Jó, szerintem egyébként így most jók vagyunk megint. És akkor egyelőre folytassuk a... Ja, meg éjszakot kérdezted az előbb, hogy ki lettek lírálva, itt egy 45-ös hely. Hát, oda még nem megyünk. Még az mindig erősebb. Folytatjuk tovább a fő, a main questeket. És akkor vissza kell szerelni az embereimre a tudtokat. Ő kap egy shotgunt, és akkor a Chelsea kap egy ilyet. Kapsz egy gránát. Elfogyott a gránátom, az fasza. Kap egy taktikát. Csaj meg kap molót, aztán kalap. Oké, egyelőre így megyünk. Kíváncsi vagyok mondjuk milyen fegyverek lesznek még, de nem hiszem, hogy nagyon lesznek erősebb fegyverek már. De mennyinél járatok olyan fele már meg van a game-nek? Shots per kb. Ah.
Ha, itt ezt a részt teszi, hát itt most még lesz mit fejlődni, az biztos, nézzük mi az. You wanted me to go north, so I went north. I didn't complain one bit, but now most kőkemény progresszot belekezdünk. And I don't like it. It's like nightmare flowers and zone smog out here. I know the legends. Szét progresszelem ezt a játékot most. Nézzük. Szóval ez egy medence. Aha, jó. Itt akkor le. Egy ilyen kis belső térképet egyébként rakhattak volna. Mint a Diablóba. De csak a tájékozódás miatt, ugye. Itt van Scrap Medkit Broken Gun. Ez nagyon jó. Nél többet. Mindig egyébként berejtik a gazba a cuccokat. Azt vettem még észre. Itt egy butcher. Ó, hát ez... Nem eszik olyan forrón a kását. Bassza meg. Egymás alatt vannak. Ja, hát igen. Hát én most nagyon sokat számolgatok. Nekem szerintem több lesz. Bár nem biztos, hogy több lesz. Itt van robot is, jó. 24-es robot. 24-es robot. Steelből rá tudok verni egy nagy kritet, csak... Mondjuk itt is meg kéne nézni, hogy ki van körülötte, mert ezt meg lehetne támadni simán. Sector Hunter, Shaman, tank egybe. Kurva jó. Ez már most szar. Nekem nincs DLC-m. Nekem csak alap game van, annyit vettem meg. Nekem a srácok azt úgy kalkuláljátok, amikor kiváltatok egy játékot, nincs meg, én azt megveszem pénzért. Én nem teljes DLC-kkel veszem. Szerintem az érthető. Hát ez medbot, ez lószar, ezt igazából fogjuk, aztán... Medbotot azt kikapcsoljuk, ez kész. Medbotot azt kikapcsoljuk, így simán azt annyi. Most ez mi? De most gyerekek! Én nem szeretem, amikor ezt csinálja a játék. Jó, semmi baj nincs. Csak rühellem, amikor ezt csinálja a játék. A túltip egyébként nem tökéletes benne.
Kibaszottul megtévesztő a százalékos arányal a túltip. Egyik pillanatban a range-re még azt mutatja, hogy 100%, felrepülve meg plusznál meg már kevesebbet mutat, szóval én nem tudom miért van ez, de nem 100%-os a túltipja a játéknak, szerintem. Én úgy számolok, hogyha állok range-be egyenesen, és 100%-ot mutat, hogy földről mondjuk a hangtompítós pisztolya 100% chance-szel lövöm meg az enemit, akkor hogyha abban a pozícióban felszállok, az már 125%. Hogyha elektromot lövök, akkor az minusz 25, akkor is 100%, nem 75. Ergo a túltip kurvára nem jól működik. Szedhetek újra össze mindent, tök jó. Ezt a kettőt hogyan zsiványoskodjam ki itt, az a kérdés. Ezt a pyrót azt annak ki kell szedni. Mondjuk lehet, hogy a beszélgetés után elindul valamelyik. Aha, így jó. Viszont... csak egy dologért nem lesz jó. Le kéne lökni onnan azt a Huntert. Mindegy, ezt gyors megfogjuk. Nem volt berakva a passzív. Szervet nem néztem. Itt egy baj van csak. Akkor ez a pálya baszki. Az igen. Az igen. Na ez igen. How many times have I told you that the mushrooms are sacred tools? Alakul ez. My mind, not yours. My mind is good mind. Thick mind. Your mind. Egyre keményebb lesz itt a helyzet. We need to get as much food as possible into the sanctum before the cleansing of the ark. Now get to work. My mind. Most merre fognak menni? You brain dead simpleton, just leave. Go on. Jó, ezt a butchert, ezt biztos, hogy le tudjuk szedni, mert ez kijön onnan. Még hozzá itt szedjük ki. Nézzük meg a kacsával a 75 100. I did that. What do you think about that, huh? Enough. Oh man, you are the shit.
Halló? Azt mondja, hogy... Bentről, high groundról megküldjük azért, a Predator-t azt fellököm. 24, na most számolni fogok. Azt mondja, hogy critical chance when shooting from ground. Meg ennek is azt mondja, hogy 2 darab fegyverünk van, az 9, meg 10, 19, az úgy kevés. Mondjuk a távolságtól függ. Ez biztos, hogy ezt itt most átrendezzük. Távolságtól függ, mert elvileg az azt hiszem egy pontot vesz ki, hogyha nincs messzebb, hogyha fehéren belül tudok charge-olni. Na ezt mindjárt megnézem. Malacot lerakjuk ide. Lóan, nincs itt fedezék, menj már picsába, akkor nincs, akkor ide. Hunter-t azt elvileg le tudom rakni, hogyha minden jó megy. Kilenc. Az a baj, a fellökésben nem vagyok biztos. Mert a fellökés az úgy működik. Egy pontot veszel, hogyha így viszont kettőt. Ó, bazd meg, bejebb kell mennem egyel. Egyel valahogy bejebb kéne mennem, mielőtt észrevesznek. Ez lesz itt a kemény, mert akkor maradna egy lövésem, és akkor úgy bőven megvan a Hunter. Mondjuk a tűz meg így is úgy is megéli, hogy látom, csak ugye ez megint olyan, hogy vagy-vagy. Na, ide jövök. Emeletről fix crit. Kacsa. Emeletről fix crit. Oké, fasza. Jó, és innentől kezdve meg... mehet a puncher. Ó, hát ez így kényelmes. Addig jön a gyökér. Ennyi. Jó, szép. Csak ez az kellett, hogy be tudjak menni egy kockát, mert ez elsületett volna úgy is, hogy ugye ők támadnak engem az észrevétel miatt.
Ez így jó volt. Ó, ez egy új. Az igen. Mimir 0G08, Furious Immune to Charge Attack. Az menő, mert a malacon ugyanilyen, mert nem ugyanilyen van, hanem a statja ugyanez. Adjad már, tök jó. Csak ugye nagyobbak az értékek. Azt a kurva űrhajóseget. Menőn néz ki, nagyon amúgy. Ezt a throwing range távolság, azt mondja, Örezi mondta critical hit, így van, critical hitekre. A kacsának is lecseréljük a páncélját. Még ez a... Ja, jó az, kell a HP. Na, oké, nézzük meg, hogy akkor hogy állunk. Ott van egy tank, egy piró, meg egy izé. Ez mindegyik veszélyes lesz. Egy madbot azt ki tudjuk szedni simán. Mondjuk a madbot az alapjárata nem gáz, mert az csak healelna. Aha, és ide jössz, ahogy ne, persze, hogy ide jössz. Hogyha ez teljesen bejön ide, akkor ezt high groundozni kell. Mert a kritekkel nagyon szépen le lehetne építeni arcát. De ez nem fog ide bejönni. Jó. Így itt mászkál ebbe a távolsába. Itt ezt lehet, hogy az lesz, hogy gyökerezés, 3 gránát. Ja, várj, elmegy oda hátra is, ott viszont lehet, hogy van high ground pozi. Meg kell nézni, hogy mi van ott. Ki jön ide? Na itt fogjuk lenyesni, itt nincs high ground, de nem is fog kelleni. Az a baj, hogy a kacsa. Na most két megoldás létezik. Vagy steeltelünk, de az kéne a steeltet. De azon gondolkodok, hogy lehet kellene változtatni a fegyver összetételen, és range-et kéne neki adni. Mert ugye most hiába vennék le 15% crit hit chance-et a fegyverről. De összességében az azért lenne jó, mert duplázó. Azt mondja 10%, kalap az 20-30%. 60%-et duplázni, mondjuk az meg kevés. De gyógy. Mi kell számolni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy az így összejöjjön. A csajnak van egy duplázója. Azzal végülis, igen, csak huha. Steel duplázó, a malacnak is van steel duplázója, azt be is rakjuk a duplázót, az kelleni fog. A csajnak meg a izének kicserélem a fegyverét, a kacsának. Az 20. Mert így akkor elég egy duplázót ellőnöm. A csajja meg az a baj, az high groundról basszán sehogy nem jön ki jó. High groundról lehetne faszán megtámadni egyébként ezt a mocskos pyrót.
úgy lenne a jó. Maradt életbe. Várjatok? Aha! Ide ki megy? Ide ki megy? A kocsi. A kocsiról meg lehet gyalázni ezt a szerencsétlent. Akkor meg is van oldva. Nagyon jó. Akkor high groundos lesz. A kettő. Így jók vagyunk. Még fix crit van, ugye? És akkor nem kell elhasználnom semmit. A kérdés az, hogy sikerül-e ideérnem időbe. Az meg. De most miért vagytok ilyen idióták? Nem fog itt maradni, ez biztos vagyok benne. Ez meg, amíg mászik, meg nem lehet ráváltani. Szia, Ritkitto! Hello, hello! Na, várjatok, így jó lesz. Amikor valahova kijön ide, meg kell onnan jönnie, majd amikor megy át oda. Amikor megy át oda, akkor megtámadjuk. Akkor ma most megkapod a csöcsöt az arcodba. E így is van. Elvileg a range-eknek itt jól kell működnie. Meg is vagyunk. Kacsika. Ez az. Nem, ez régebbi game. Oké, kaptunk molotovot, ami megint tök fasz, csak nem használom. Na kérem, maradt nekünk egy Sekta Hunter, meg maradt nekünk egy Sekta Tank. Ugye itt a tank az megint az lesz. A robotot először kiiktatjuk, hogy nehogy meghallja, mert ezeket rendes fightba fogjuk lefightolni, mert hogy hangos fightba. És kihasználom a lakókocsis high groundot, mert ki tudjuk, pont jó a range. Nem veletlen van így összerakva amúgy ez a pálya, csak nagyon át kell nézni méterről méterre mindent rajta. Na, viszont ezzel kikapcsoljuk a botot. Ekkora kört megy a bot. Elég nagy kört megy a bot. Van egy feljegyzés. Na, ad nézd, 75, 100% innen, oké, mindenképp ide kell jönni elé, magam elé, ide. Felrepülünk, kikapcsoljuk. Jó, és akkor jöhet a csaj. Ja, ez nem a csaj, ez a malac, mindegy. De egyébként jó, tényleg jó game most ahhoz képest. Jó, 2018 nem volt azért olyan túl rég, bár de 5 éve.
Oké, és akkor... meg is van, fasza. Kiszedtük a healer botot. Na, szintet is léptünk, hadd nézzem. Ugye ezt mondtuk, hogy ezt nem rakom be. Ennek ez mehet. Bár, megmondom őszintén, igen, a passzív azért baj, mert ki kell akkor cserélni. Maga az enemy úgy is mozog, úgyhogy inkább ezeket húzom neki. A malac úrnak meg gyűjtünk pontot. Dehogy gyűjtünk pontot, miről beszélek? A kacsán gyűjtünk pontot majd erre, mert ez nem olyan rossz. Lövés után el lehet vele steal-telni, azért az már nem rossz. Not bad. Jó, akkor már csak azok maradtak ott. A minden igaz, ugye? A tank meg az a egy hunter, azokat mindjárt akkor le is építjük. Nobody noticed these mushrooms are growing out of dead bodies. What kind of sicko farm is this? Ó, nem, ott még vannak. Ó, itt ez fent alkatrész, az hát. Csak furcsa. Még őt is elfelejtettem, hogy itt van. Az a baj, hogy ő neki meg izé kellene. Olyan fegyver, amivel le lehet lökni, csak nincs olyanon basszus kulcs. És az probléma. Viszont lehet, hogy távol van és nem hallják. Jó, őt majd a végére hagyjuk inkább. This grub is making me hungry. This could feed the whole Ark. Or Orman. Ezt a kettőt itt oldalt le kell nyessük. Ez biztos. Na, azt csináljuk. Hunter, 24-es, két crit rámegy. Ja, az meg is van, sima. Az melyik csinálja a knockback-et? Ja, csak az vissza, az, igen, azt vágom, csak vissza kell hozzá menni abba a hülye izébe. Árkba. Ezt nem akarok. Nem, ezt már kiszámoltam, már kijön. Megvan, hogy kell. Vele ki kell neki jönnie bőven, úgyhogy no para. Na, úgy lesz, hogy jaj, módosítások, basszus. Mielőtt belekezdek a hülyeségembe. Rezet, megvan rajta, ez high ground, az jó. Igazából ide nagyon más nem is kell. High ground, dupla shot, minden megvan, ami kell. Na, ezt nézzétek. Ott van egy item, majd azt később. Na, innen fogok támadni.
És akkor csinálunk egy olyat, hogy kalimpálok egyet. Let's get to it. Come on! Take the swine! Két faszkalap be van agrózva, tolunk egy iron skint. Oké, tudok lőni egyet a hunterre vele. Igazából már mindegy is, hogy mivel lövök. 11. Nyilván itt a kacsával oda durantok mindjárt. Hello. Az meg is halt. És akkor a csajjal ide jövök. Átváltok a karabéra. És akkor tolunk egy... Miért 75? Ja, mert túl messze. Akkor majd a következőre. Mindegy. Big crit, mehet.